Szép jó estét kívánok! Önök az erőforrását a Történelmi Egyházak műsorát látják. 30 éve dolgozik a halmozottan fogyatékos gyermekekért és családjukért az Immanuel otthon. Az intézmény a kerek évfordulóra különleges ajándékot kapott. Elkészült korszerű, minden igényt kielégítő iskolájuk. A fejlesztésnek köszönhetően megduplázódott a kapacitásuk, amit azonban itt inkább úgy mondanak. Még több gyermek és szülő vehet részt az itt folyó munkában, amely Isten szeretetéből táplálkozik. Vidám színek, tágas folyosók, különleges ajándékot kapott fennállásának 30. évfordulójára a debreceni Immanuel otthon. Annak örülünk, hogy... Lát egy új iskolát. Igen. Itt a képen mit láthatunk? Egy ajándékot. Mert hogy úgy tekintjük, hogy mi egy ajándékot kaptunk ezzel az iskolával. Mikor szoktunk ajándékot kapni? Szülinapunk volt. És képzeljétek, hogy ezt a Jóisten pont tudta, hogy most lesz 30 éves az Immanuel, és gondolt, hogy egy szép nagy ajándékot ad nekünk, olyan nagyot, hogy nem fér bele egy dobozba. A Debrecen Nagy Templomi Református Gyülekezet fenntartásában működő Immanuel otthon 3 évtizede végzi szolgálatát, vagyis segít a halmozottan sérült gyermekeket nevelő családoknak. Immanuel, mindannyian tudjuk, mit jelent, velünk az Isten. Ez vált egyik fontos küldetésünk, hogy megmutassuk fogyatékkal élő gyermekek életében, és ott van Isten szeretete. Hiszen ők tanítanak bennünket arra, hogy Isten előtt, Krisztusban mindannyian értékesek vagyunk, kivétel nélkül. Igei köszöntésében Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Zsinat elnöke azt mondta, a megtestesülést ünnepeljük az új iskola átadásával. Ez egy olyan hely, ahol a test és a lélek találkozik. Együtt akarják érni a testet és a lelket, és ehhez hozzá akarják tenni azt a harmadikat, Istennek a lelkét. Itt most egy olyan tér nyílik, egy olyan terület, egy olyan megtestesülés, ahol Isten lehetőséget nyit a cselekvésre. Ez itt nem egyszerűen diakónia, még ha mi nagyon is szeretjük ezt a szót. Diakónia, szeretett szolgálat, karitász, aki rászorul, annak segítünk, ez természetes keresztény kötelességünk. Ennél sokkal többről van szó. Isten cselekvésének a színtere. Az, ami itt van. Egy régi iskolaépület átalakításával jött létre az új oktatási intézmény. Itt 14 tanterem, speciális fejlesztő és terápiás szobák is rendelkezésre állnak. A fejlesztéshez 500 000 forintot pályázaton nyertek, 1,5 milliárdot pedig a kormány adott. Az emberi életet a fogantatástól védelem illeti meg. A fogantatástól és aztán a születést követően is. Az emberi életet védenünk kell. Védenünk kell minden körülmények között. Védenünk kell akkor is, hogyha látható az emberi életnek, a testünknek a tökéletlensége, és akkor is, amikor ez kevésbé látható, hiszen tökéletlen ez akkor is. Ebben mi csak segítséget tudunk nyújtani a magyar kormány részéről. Ez az összeg, ez valóban magas és nehezen elképzelhető, ez a közel 2 milliárd forintos támogatás, amely a két különböző forrásból ennek a fejlesztésnek a megvalósítására összejött, mégis csak töredékében tudja kifejezni azt a munkát, azt a szolgálatot, amelyet önök itt mindannyian végeznek. A fejlesztésnek köszönhetően megduplázódott a férőhelyek száma a Debrecen Nagytemplomi Református Gyülekezet intézményében, a korábbi épületben a felnőtteket, az új iskolában pedig a gyermekeket gondozzák, fejlesztik. Csak nem 100-an indultak belvárosi sétára az elmúlt hétvégén a templomok éjszakáján. Az immár 10 éves debreceni túra 8 lelki hajlékot érint. A résztvevők között volt, aki a város megismerése miatt, más a lelki feltöltődés miatt látogatott el a Történelmi Egyházak templomaiba. Pet Sámuel tervei alapján készült el ez a templom. Ő a korának neves építő mérnöke volt.
Tóth Tamás lelkipásztor fogadta a résztvevőket a Veres templomban. A csaknem 100 fős csoportnak ugyanis minden helyszínen az adott közösség vezetője adott rövid áttekintést a templom történetéről, a gyülekezet mindennapjairól. Itt ez egy ilyen speciális keveréke a turizmusnak, egyházi művészetnek, az egyházak iránt érdeklődő emberek kíváncsiságát próbálja ez valamilyen szinten kielégíteni. A sétát vezető Kovács Teofil szerint a program attól különleges, hogy olyan kegyhelyeket is megismerhetnek az emberek, amelyekbe egyébként nem biztos, hogy ellátogatnának. Ha valaki mondjuk Debrecenben református, akkor 11 néhány templomra van lehetősége. Ha eljár valamilyen gyülekezetbe, nyilvánvaló, hogy a saját gyülekezetét látogatja, és előfordulhat, hogy a 10-valány templomból mondjuk 3-ba volt még. Tehát ez egy kitörési pont is, úgymond. Van, aki például azért csatlakozott a csoporthoz, mert a város hagyományaival kapcsolatban szeretett volna tájékozódni. Pár éve választottuk otthonunknak Debrecen, és igyekszem megismerni a várost mindenféle szempontból, és mikor értesültem erről a lehetőségről, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség, hogy mi a nagy templomot már ismerem, oda már jártunk a családdal, de így a többi templomban még nem. A templom építészet célkitűzése, hogy hozza közel az ember végső célját, beteljesült közösségét Istennel és embertársaival. A túra a Szent Anna székesegyházban folytatódott, ahol Krakonperger Zoltán plébános szólt a látogatókhoz. A templomok éjszakája az Ars Sacra kulturális fesztivál része. Vannak az országban közösségek, amelyek koncertekkel, családi napokkal csatlakoznak a fesztiválhoz. Debrecenben viszont a belvárosi templomok bejárásának van hagyománya. Az a célja, hogy a város történelmi egyházait megismertesse, a zsidó-keresztény hagyomány. A másik cél pedig az, hogy egyáltalán nyitott templomokat lássanak az emberek, hiszen ezek a templomterek sokszor zárva vannak, csak istentiszteleti időben van nyitva. Az elmúlt évben a pandémia miatt elmaradt a séta, helyette internetes vetélkedő volt. A tájékozódás mellett az idei program volt, akinek lelki feltöltődést is jelentett. Ez az embereknek látszik, hogy olyan sokan eljöttünk, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik az embereknek, és azért vagyunk itt olyan sokan, ez a lelki feltöltődés, ez mindenféle tekintetben. Kovács Teofil azt mondja, a tapasztalatok szerint mintegy 100 fő rendszeresen jelentkezik a sétára, többen évről évre visszatérő tagjai a csoportnak. A tiszántúli református egyházkerület nagykönyvtárának tudományos főmunkatársa reméli, a mintegy 3 órás program egyfajta kedvcsináló is azoknak, akik részt vesznek rajta. Nyilvánvaló, egy 8 helyszínes rendezvény, nincs arra mód, hogy fél órás, órás előadásokat hallgassanak az egyes gyülekezetekről, de mégis egy bepillantásra nagyszerű lehetőség ez. Vissza lehet térni az egyes helyszínekre, és ott alaposabban lehet tájékozódni az év más napjain. A templomok éjszakáját 10. alkalommal rendezték meg Debrecenben. Köszöntöm a stúdióban Püski Dániel lelkész urat, szép jó estét kívánok, áldás békesség. Áldás békesség, szép jó estét a nézőknek is, neked is. Ugye nagyon érdekes, hogy a nyitott templomok éjszakája rendezvény, ez egy olyan különleges dolog most már Debrecenben. Van itt múzeumok éjszakája, meg sokáig lehetne sorolni, mik mindennek éjszakája van, a szórakozásnak is van éjszakája, na de ez nem az, ez a templomok éjszakája, különleges és misztikus dolog befáradni úgy egy lelki hajlékba, hogy nem az Isten tisztelet miatt megyünk oda, vagy a szentmise miatt, hanem azért, hogy egészen más fényekben, egészen más körülmények között, egészen mást hallgassunk és halljunk a templomról. De nem erről fogunk most beszélgetni, hanem arról, hogy hát annál jobb nincs, mint amikor egy templom ajtaja nyitva van. Annál jobb nincs, amikor úgy tudok bemenni, és az evangélium felé fordulni, hogy az nem kellenek nyitott ajtók, nem kellenek falak, hanem egyáltalán, hát ez bárhol megtörténhet velem ez az élmény, nem? Ez így van, ez így van. Én nem mondom, hogy egy gyönyörű templom engem nem varázsol el. Abszolút én is szeretem, van nekem is egy nagyon erős élményem. Egyszer a Tihanyi apátságnak az altemplomában voltam egy esti alkalmon, és ez egy hihetetlenül erős lelki élmény volt számomra például, csak hogy egyet kiemeljek. De közben meg ott van az Úrvéti gyülekezet, ahol én szolgálok, ahol nincs templomunk, hanem egy iskolának a pár évtizedes aulájába gyűlünk össze, ami nyitva van hétköznap is, nem mint templom, hanem mint iskola, szóval hogy a másik oldalát is inkább megtapasztalom ennek. Ugye amikor erről a beszélgetésről felhívtalak, elnézést a nézőknek, hogy tegeződünk, de hát a köztünk lévő viszonyokán most tegeződős lesz ez a beszélgetés.
akkor ugye kérdezted, hogy na de hát nektek nincs templomotok, akkor hogy jön ez a téma ide? Hát pont így, hogy lehet egy aulai is templom, lehet egy nappali is templom, lehet akár egy filagória is templommá, ha ott ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében. Ez így van, ez így van. Azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a mi tradíciónkban itt Magyarországon, annak ellenére még a protestánsok is, akik pedig nem ragaszkodnak annyira a szent helyhez, vagy a szent épülethez, de még nálunk is ez érzékelhető, hogy egyébként azért szeretik az emberek a szent helyeket, a tereket, az ilyen elkülönített ingatlanokat, vagy templomokat. De ennek van egy ilyen hátulütője is, hogy valahogy meg azt is látom, hogy van, aki meg nehezen tud otthon, vagy egy iskola aulájába lelki otthonra találni, pedig hát igazából az evangélium erre hív minket. Tehát, hogy keresztjének lenni az én értelmezésemben, hogy én látom azt, az azt jelenti, hogy az egy hétköznapi életgyakorlatra hív minket. Hétköznap hol vagyok az Isten jelenlétébe? Hogy jelenik meg ez a munkámba reggel, amikor bemegyek a munkahelyemre, amikor leadom a gyereket az iskolába, amikor bemegyek a boltba, amikor bevág elém egy autó, és legszívesebben egy cifrát mondanék. Tehát, hogy a kereszténység az erről szól. Néhány hete pont arról beszéltem az istentisztelet elején egy ilyen extra gondolatként, hogy én úgy tekintek a vasárnapi istentiszteletre, meg a templomra, mint egy ilyen edzőteremre. Lehet, hogy ez egy érdekes kép, de tartom azóta is, hogy ez egy edzőterem a hétköznapokra. Nem csak azért megyünk, hogy megnyugodjunk, az is benne van. Nagyon jó egy héten egyszer úgy tényleg megnyugodni, sok számára ez egy fontos pillanat, nekem is, hogyha be tudok ülni egy-egy templomba néhány percre, de közben van egy ilyen edzőterem is, hogy ott gyakoroljuk, hogy majd milyen legyen a hétfőn, meg a kedden, meg a szerdám, hogy az is templommá váljon. Tehát, hogy valahogy egy kicsit én ezt így látom, hogy a templom az a szent is, de közben meg a profánra, a hétköznapra is gyakoroltat bennünket. Ugyanakkor ugye ott van az a nehézség is, hogy ha most csak felmérésként, és bocsánat, ebben a műsorban ilyeneket nem szoktam csinálni, de most statisztikázunk egy picikét. Ha megnézzük, hogy hányan vallják magukat kereszténynek, valami egyházhoz tartozónak, és ahhoz képest hányan mennek be a templom kapuin, vagy ajtajain, és ülnek be a padokba, akkor a kettő nagyon messze van egymástól. Van-e vajon benne az, hogy hát a templomtól való távolságtartás, és talán pont ez a templom, a hitott templom készakája pont ezért lehet érdekes. Tehát van-e esetleg egy olyan dolog, hogy na de testvér, hát nem azért, nem kell megijedni, nem egy misztikus olyan zárt világ ez, hogy ahol számon fognak kérni, miért nem voltál itt 2 éve? Számtalan esetben megtapasztaltuk azt, ugye korábban az úrétű gyülekezetben én egyetemi lelkészként az egyetemi templomba szolgáltam, és az templom volt még akkor is, hogyha nem mindenki fejébe, és számtalan esetben megtapasztaltuk azt, hogy egy-egy nem keresztény számára fizikailag a templomajtó küszöbének az átlépése, az egy olyan nehéz gát, mintha egy gátfutás lenne, és ugrani kellene neki, és éreztük azt, hogy láttam valakin, hogy ő így hezitál, hogy bemerjen jönni, vagy nem merjen bejönni, sose volt ilyen helyen. Hogy van ezzel az egész, hogy abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Sokak számára ez egy gát, amiről nyilván a keresztények is tehetnek, tehát azért legyünk ennyire önkritikusak. Van Philip Jensinek egy nagyon jó című könyve, az a címe, hogy hová tűnt az örömhír. Tehát, hogy evangéliumot hirdetünk, ez magyarul azt jelenti, hogy örömhír. És hát nem minden egyházi eseményről mondható el, hogy ez tényleg örömhír. Tehát én nem is lepődök meg ezek után, hogy van, aki azt mondja, hogy hát nem is szívesen megyek be, vagy nem is merek bemenni egy ilyen helyre. Tehát nekünk keresztényeknek is van mit dolgozni azon, hogy az, amiről mi azt gondoljuk, hogy örömhír, hogy Jézus Krisztus uralkodik a világban, és nem más, ez valóban örömhír legyen. És akár a mi gyülekezetünkben, de szerintem nagyon sok lelkész kolléga is azon dolgozik, hogy ez valóban az legyen, akkor azt gondolom, könnyebb lenne átlépni küszöböket, hogyha az emberek azt mondanák, hogy hát ez a legjobb hír, amit az elmúlt 10 évben hallottam, persze, hogy kíváncsi vagyok a további részletekre. Menjetek el, tegyetek tanítványokká. Ugye ez az üzenet. Ez a kibocsátó üzenet. Na most, hát akkor az azt jelenti, hogy én ki fog menni a templom kapujon kívül, vagy ajtaján kívülre, és akár házról házra végigkopogtatok. Hát ugye ti is végigmentetek egy gyülekezet építésen. Ti is végigmentetek egy olyan úton, hát bocsánat, hogy mondom, de hát a nullából kellett építkezni. Nem teljesen nullából, volt azért sok fiatal család, aki ott segített nekem ebbe az első időszakba,
Tehát, de valóban minden tekintetben azon dolgozunk, hogy kilépjünk a tradicionális templom ajtókon. Nem véletlenül vagyunk az Árpád vezér iskolában a vasárnaponként, nem csak azért, mert hogy egyébként nincs ott templomunk még. Ez egy szimbolikus jelzésértékű gesztus is, hogy ezzel kilépünk, és mindent megteszünk azért, hogy ez megtörténjen. De ha visszakérdezhetek, nem is olyan könnyű ezt, én olyan sok embernél látom, hogy mondtad, hogy menjetek el, tegyetek tanítványa, ugye ez mindenkire vonatkozik, nem csak a lelkészre, meg a papra. És ha így visszakérdezek sokszor gyülekezeti tagoknak, hogy élik meg ezt, akkor elmondják, hogy hát ez nem olyan könnyű. A mai világban van egyfajta ilyen tartás is ettől a témától, és azért ezt el kell ismerni, és segíteni kell egyébként a gyülekezeti tagokat, hogy ők ezt a elhívást, vagy ezt a kihívást, ezt tudják teljesíteni. Akkor itt is van egy küszöb? Persze. Persze, abszolút, abszolút. Vannak, én ezt úgy fogalmaztam meg magam számára, hogy ha bármilyen ügyről legyen szó, tényleg szinte politikai, vagy sport, vagy bármi ügyet is elővehetünk, de vallásügyről is elővesszük, akkor több szintje van a nyilvánosságnak, ha lehet így fogalmazni. Van olyan ügy, ami egy nyilvános ügy, amire mindenki ezt mondja, ha buszmegállóba elkezdek valakivel arról beszélgetni, akkor normálisnak fog tekinteni, hogy az időjárásról, vagy nem tudom, miről beszélgetünk, milyen a piacon a paprikának az ára, vagy ilyen típusú kérdés. Ezek nyilvános dolgok, bárki bármikor tud beszélgetni. A mai világban van egy ilyen teljesen rossz berögződés, hogy személyes ügyek, természetesen a hálószobáról, meg a család benső ügyeiről, azok személyes ügyek, arról nem beszélgetünk. Ez a kettő egy régi kategória, hogy nyilvános meg személyes, én ezt hozzátettem egy harmadikat is magammal. Ez, ami már a privát, a személy, ami még bentebb van, ami szinte már tabú. Sokszor azt tapasztalom, hogy akár még egy jó barátok sem beszélgetnek olyan kérdésekről, hogy egyébként te mit gondolsz a világról? Tehát, hogy az a kérdés, fölteszek egy nagyon egyszerű kérdést, azt gondolod a világról, hogy véletlen van, vagy azt gondolod a világról, hogy van valami értelme vagy célja? Egészen jó barátok, amíg meg nem isznak egy-két sört, nagyon nehezen beszélgetnek erről, sokszor egy sör segít ebbe, de valóban ezek szinte ilyen tabu kérdésekké váltak. Ha ez meg valamifajta vallásosságnak csak icipici csiráját is tartalmazza, akkor meg nagyon sokaknak így bezárul a füle, tehát ma már az, hogy én végigkopogtatom egy utcának az ajtóit, és akkor azt mondom, hogy szeretne beszélgetni Jézus Krisztusról, akkor az emberek besengednek, tehát hogy nem is kezdődik a kommunikáció, tehát nagyon kreatívnak kell lennünk, hogy ezt a utat tudjuk működtetni, és ehhez személyesen lehet, nekünk is túl kell azon lépni, hogy lehet, hogy ezért akár nem mondom, hogy hülyének néznek bennünket, de mégis furcsán néznek ránk, úgyhogy kell ebbe abszolút segíteni szerintem a gyülekezeti tagokat, hogy ők maguk is képesek legyenek kilépni a templomból, ne csak vasárnap délelőtt 10-től 11-ig legyenek keresztjének, és esetleg még képesek is legyenek erről a hitükről beszélni. Hát adja Isten, hogy minél többek neki legyen ehhez erejük. Adja Isten, hogy minél többen föl tudják vállalni, hát lehet, hogy bolondnak fognak tekinteni, de nem, de vállalom. Ez így van. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívásunkat. Köszönöm szépen. Ha megfújom a kürtöt én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket a tábor körül mindenütt, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. A Bírák könyvéből szól ma az ige Pótor Áron lelkész tolmácsolásában. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a nézőket. Isten igéjét a Bírák könyvéből olvasom a 7. rész 17. versét. Majd Gedeon ezt mondta 300 vitézének: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Kedves nézők, Krisztus előtt 480-ban a világtörténelem egyik legnagyobb csatájára került sor. Xerxész, perzsa király, hódító háborúba indult óriási seregével Görögország ellen. A termopülei szorosnál ütköztek meg, ahol a spártai katonák majdnem egy napon keresztül feltartóztatták az óriási túlerőt. 300-an álltak, 100 000-rel szemben. És ugyan minnyáján elestek, de a hadtörténészeke vereséget mégis a világtörténelem egyik legnagyobb győzelmeként tartják számon, hiszen a front megtartás által a görög városok időt nyertek arra, hogy megszervezzék a védelmet, és végül teljesen kiszorították a perzsákat a görög félszigetről. E történetről 14 éve még egy filmet is forgattak, amelynek azt a címet adták, hogy 300.
Állítatunk kezdetén Gedeon történetének azt a győztes csatát olvastam föl, ahol valóban ugyanezt a címet adhatnánk mi is, hogy 300. És annak ellenére, hogy a történelem elsiklik felette, ez a csata még a spártaiakétól is nagyobb győzelemről számol be, amikor leírja Gedeon és 300 harcosa történetét. A görögökhöz hasonlóan a zsidók is esélytelenek voltak a győzelemre, az óriási túlerővel szemben. A midianiták 135 ezer fő sereggel érkeztek, és a zsidók 300 fővel álltak meg velük szemben. És míg a termopülei szorosnál körülbelül 330-szoros volt a túlerő, itt 450-szeres. És így jutunk el mai alapigénkhez, amely abban ad számunkra példát, hogy hogyan tudjuk megvinni a mi harcainkat győztesen. Gedeon története alapján a három pontban az alábbiakról szeretnék szólni. Először ahhoz, hogy győzz, imádkozz. Másodjára dolgozz, harmadjára pedig figyelj a vezérre, figyelj Jézusra. Először ahhoz, hogy győzz, imádkozz. A történetben arról olvashatunk, hogy a csata imádsága kezdődik. Gedeon lemegy az ellenséges táborba Isten biztatására, meghallgatja, hogy mit mond az egyik ellenséges katona, és kiderül, hogy beszámol ez az ellenséges katona az álmáról, amely arról szól, hogy a zsidók legyőzik őket. Gedeon már nem fél többé, hanem leborul imádkozni, és megköszöni előre Istennek a győzelmet. A második felhívás alapigénynek az, hogy dolgozz. A református kollégium jelmondata így hangzik, orando et laborando, imádkozz és dolgozz. E történetben is arról olvasunk, hogy Gedeon az imádság után harcba indul. Tudta, hogy Isten előkészítette a győzelmet, de ez neki mindent meg kellett tennie, ami rajta állt. Használnia kellett az eszét, a szervező képességét, az izmait, és ugyan már tudta, hogy övé a győzelem, de mégis a maga részét meg kellett tennie. És igénk végül harmadjára azt üzeni még azon túl, hogy imádkozz és dolgozz, hogy figyelj a vezérre. A mi esetünkben figyelj az Úr Jézusra. Áhítatunk kezdetén arról olvastunk, hogy Gedeon ezt mondta 300 vitézének, rám figyeljetek, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Akkor is Gedeon kellett utánozniuk, hogyha mindez őrültségnek tűnt, hiszen kard nélkül vonultak harcba, az egyik kezükbe csupán cserépfazék volt, amit összetörtek, majd egy fáklyával világítottak, a másik kezükben pedig tartották a kürtöt, amit megfújtak, és közben kiáltoztak. Ki hallott már ilyen haditervet? De a katonák engedelmeskedtek, és a legédesebb álmukból keltették föl az ellenséget, amely a nagy hang és fény hatására megzavarodott, ordítozva menekült, és közben egymást gyilkolták le a sötétben. Gedeon 300 harcosa pedig sértetlenül óriási győzelmet aratott, mert a vezérre néztek. És a győzelemhez nekünk is ezt kell tennünk, a vezérre kell néznünk. Az, hogy mit tesz az Úr Jézus. Általa lehet győztes életünk. Egy időben nagy divat volt keresztény körökben olyan karkötőt hordani, amire rá volt írva, mit tenne Jézus. Jó lenne ma is akár ilyen karkötővel emlékeztetni magunkat egy-egy helyzetben, hogy mit tenne Jézus. Milyen sok vesztes helyzetből kerülnénk ki győztesen, ami is azt tennénk, amit ő tesz. Gedeon története ma is a győzelem receptjét tárja föl előttünk. Ahhoz, hogy győzz, előbb imádkozz, másodjára dolgozz, harmadjára pedig nézz az Úr Jézusra. Így lesz győztes életed. Így legyen. Amen. Eddig tartott mai adásunk. Jövő héten a Római Katolikus Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!